A Nyírbátort és Nyírgyulajt, valamint az M3-as autópályát összekötő útszakaszon az elmúlt években egyre nagyobb volt a forgalom. Ugyanis az autópályáról a Nyírbátori Ipari Parkig naponta több tucat teherautó és kamion szállítja az árut, így ez az útszakasz nagyon elhasználódott, szinte teljesen járhatatlanná vált. Most 820 millió forintból a teljes útfelület megújul. A munkálatok április első hetében kezdődtek, és a tervek szerint 2-3 héten belül befejeződnek. Nagyon örültünk annak, hogy a területfejlesztési operatív program lehetőséget adott ezen 10,5 km hosszú főútvonal felújítására. Ez közkívánat volt a választókerületben, hiszen a Nyírbátori Ipari Park kamionforgalma is ezen a főútvonalon zajlik, és a rengeteg kátyú és egyenetlen úttest az nagyon zavaró volt, különösen belterületen. Az elhasználódott útfelület most kettős réteget kap. Nyírbátor körterületén a hordozó alaprétegre egy kopó réteget terítettek, ezt biztosítja a jó minőségű aszfaltpályát. Az egyenletes útfelület nem csak halkabbá, biztonságosabbá is teszi a közlekedést. A felújítások július 1-től új helyszínen folytatódnak. Megkezdődik a Nyírbogát Kisléta összekötő, valamint a Nyír-Mihályi Nyírlugos összekötő felújítása is. Mindkét beruházás idén befejeződik. A kerékpárosok is örülhetnek, hiszen 6 kerékpárút épül a térségben, amelyek főleg a 471-es főútvonal mellett, valamint Nyír-Mihályi, Nyírgersen, Nyírbogát és Nyírbátor belterületén haladnak majd. A Nyírgyulaj-Nyírbátor kerékpárút pedig a most felújítandó, illetve felújított 4105-ös számú főút mellett épül. Tehát reményeink szerint az ősszel elkezdődhet ezen felújított úttest mellett a kerékpárút építése is, ami különösképpen növeli a főútvonal biztonságát, hiszen a kerékpárosoknak lehetőségük lesz a kerékpárúton megközelíteni Nyírbátort. És ezzel az útfelújítással Nyírbátorból akár Bécsig is kiváló minőségű úton lehet közlekedni. A térségben eddig 34 kilométernyi kerékpárút készült el közel 2 milliárd forintból, és további 20 kilométerre nyertek el újabb pályázatot.